Most pedig folytassuk azzal, hogy a József András Múzeum lett az év múzeuma, a rangos elismerést a hétvégén vette át az intézmény igazgatója. Nagy elismerésben részesült a Nyíregyházi József András Múzeum. Hétvégén Budapesten a 24. múzeumok majálisán adták át a Pulszki Társaság által alapított múzeum szakmai díjakat, amelyekre az intézmények magukat jelölhették, az odaítélésről pedig múzeumi szakmai szervezetek, és az Emmi Múzeumi Főosztály képviselőiből álló bíráló bizottsága döntött. Az év múzeum elismerést a Nyíregyházi Múzeum kapta, az intézmény helyi és nemzetközi kapcsolatainak erősítéséért, kommunikációs tevékenységének sikeres megújításáért, és a múzeum alapítás 150. évfordulójának sokoldalú, tudományos és közönség kapcsolati hasznosításáért mint a kultúra.hu írja az elmúlt éves stratégiai irányváltásának, az intenzív és lendületes munkának köszönhetően a József András Múzeum Pesgő Múzeum pedagógiai ismeretterjesztési turisztikai centrum alakult. A múzeum új szellemben szervezett kiállításai, Különösen a Szeúzó kiállítás és az annak sikerére építő Munkácsi 50 jelentős számú látogatót vonzottak tavaly, és az intézmény látogatóinak száma egy év alatt több mint kétszeresére emelkedett. Ekközben a tudományos és publikációs tevékenység sem szorult háttérbe. Május elején egyébként az elmúlt két év 19. együttműködési megállapodását írta alá a múzeum, ezúttal a Móricsigmond színházzal. A szorosabb kapcsolat a látogatók számára azt jelenti, hogy ezen túl 10%-kal olcsóbb jegyet vásárolhatnak a múzeumi tárlatokra, vagy bizonyos színházi előadásokra, ha bemutatják a másik intézménybe szóló belépőjüket. A stúdiónk vendége, dr. Rémiás Tibor, a József Múzeum igazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm. Estét kívánok. És szívből gratulálok. Köszönöm szépen. Egy picit beszéljünk arról, hogy vannak -e ebben a, a múzeumok kategóriájában is kategóriák, mint ahogy más kulturális intézményekben. Egyáltalán milyen kategóriában tudott pályázni erre a díjra? a <kül> hát annyit el kell mondani, hogy a, ugye a legmagasabb elismerés Magyarországon, a múzeumok területén úgy is lehetne hívni, hogy a múzeumok oszkár díja, ez az év múzeuma. 35 múzeumi intézmény, muzeális intézmény jelentkezett erre a pályázatra, de a második fordulóra már csak négyen jutottunk be. Két budapesti fővárosi intézmény és két vidéki intézmény. És hát a bíráló bizottság, mérlegelve a helyzetet, úgy döntött, hogy mi kapjuk meg ezt a Mi volt cik. az, ami a Nyíregyházi Múzeum <kül> mellett szólt? Hát ahogy a filmbejátszásban is volt, ugye is az oklevélben is, amit itt szeretnék felmutatni, ahogy szerepel, tehát az év múzeuma oklevélben több szempont is szerepel, és a, a nagyon fontos az, hogy mi a helyi és a nemzetközi kapcsolatokat maximálisan ápoltuk, ezen kívül a kommunikációs tevékenységet azt sikeresen meg tudtuk újítani, és hát a 150 éves a tavalyi jubileumi rendezvényünket azt nagyon gazdagá tudtuk tenni. Tehát tulajdonképpen egy olyan csomaggal jelentkeztünk, ami lehet, hogy önmagában is egyes részei nagyon fontosak lettek volna, de 2018-ban tehát senki nem tudott produkálni hasonló, gazdag, tartalmú múzeumi tevékenységet. És én úgy gondolom, hogy a, tehát a mi csapatunk, a múzeumi csapat az mindent megtett annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és hát meg is van a sikere. Úgy tűnik, hogy szinte minden téren igazi lépésváltást sikerült végrehajtani a múzeumban, és akkor itt mondjuk el, hogy egy másik díjat is kaptak a hétvégén. Amit szintén a másikat is szeretném bemutatni ezt pedig a cselekvő múzeumi közösség diát is sikerült megkapni, ami azt jelenti, hogy 2018-ban mi annyi karitatív szervezettel, civil szervezettel, más intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, és ezt nem csak papírra vetettük, hanem komolyan is gondoltuk, és folyamatos <coughs> cselekvés van ezen intézmények között, hogy ezt elismerték, mi ennek a cselekvő múzeumi közösségnek a második szintjét értük el, ami azt jelenti, hogy semmi nem végleges, tehát ezt lehet tovább fejleszteni, és a fejlesztés részét képezi majd azt, hogy ezekkel a együttműködési megállapodás kötött szervezetekkel mi mostantól kezdve, elsősorban a jövő évi tervezéstől kezdve már úgy fogunk együttműködni, hogy már a tervezés szintjébe is bevonjuk őket és folyamatosan kikérjük egymást véleményét, hogy kinek hogy lenne ez jobb, és hogy tudjuk egymást segíteni. És amikor ö, látjuk azt, hogy ez nagyon jól működik, akkor esetleg a második, ö, illetve már most a második szinten vagyunk, tehát a harmadik, vagy a legmagasabban, negyedik szintre is el tudunk majd jutni. Ez azt jelenti, hogy a múzeum a tudományos munka mellett igazi, szerves része lett a nyíregyházi kulturális és akár az oktatási szintérnek? Így van, de, de ez nem a tudományosság mellett van, ez szerves részét képezi. Tehát ez mind együtt, egy csomagban található. És nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy a mi előnyünk abban van, hogy interdisziplinaritást tudunk megteremteni. Tehát nálunk a múzeumban nagyon sok tudományág együtt van. És bármilyen problémához hozzányúlunk, bármilyen tudományos kérdést felvetünk akkor mi ugye meg tudjuk régészeti, történeti, néprajzi, irodalomtörténeti, numizmatikai, akár restaurálási, akár tehát ökológiai vonatkozásban is. Tehát nagyon sok mindenben meg tudjuk egyszerre vizsgálni, és nekünk ez a nagyszerűség a, a múzeumban, hogy olyan szakember gárdával rendelkezünk, ami szinte megkerülhetetlen a város életében. Néhány igazán sikeres kiállítást felsorolt a bejátszás. Jelenleg is tart még egy olyan kiállítás, ami ami csak népszerű, és hát az állandó kiállításokról is azért Igen. említést tehetünk. Tehát 2018-ban is nagyon sikeres kiállításokon vagyunk túl, ugye, amiket nagyon sokan megnéztek. Tehát elkerülhetetlen megemlíteni ugye a Szeuzokincset, ahol több mint 22 ezer látogatónk volt, vagy a munkácsi kiállítástól több mint 34 ezer látogató, de az állandó kiállításainkra is jönnek, amik folyamatosan megújulnak. Elsősorban tavaly a Józsa András állandó kiállításunk újult meg. De ebben az évben is, tehát mi nem kívánunk az elismerés babírjain ücsörögni, hanem már az év elejére terveztünk egy nagy még mégpedig a Jégkorszak című kiállításunkat. Ez azért volt fontos számunkra, a József András Múzeum számára, mert nincsen természettudományi részlegünk. Nincsenek természettudományi kiállításunk mögöttünk is. Szerettünk már végre elhozni olyan kiállítást, ami egy kicsit felpesdíti <hül> megint a város és a megye életét. Erre várakozáson felül több mint 15 ezeren látogattak el. Ugyancsak a Természettudományi Múzeumból hoztuk a szórabi csontjainkat, ami még mindig tart, június 2-án zárjuk be ezt a kiállítást, de itt is nagyon szép számú érdeklődő közönség van, akik bejönnek. Szerintem közel 5000 nézője lesz ennek a kiállításnak is. Készülünk a múzeumok a éjszakájára, június 22-én mindenkit várunk a Retro jegyében és akkor nyitjuk majd meg a város múzeum történeti kiállításunkat is, amelyik Kis Lajos igazgató úrunk nevéhez kapcsolódik. És hát a nagy szenzációt majd a Vidor Fesztiválra tervezzük, amikor a színjei mersepál életmunkáját bemutató kiállításunkat is be tudjuk mutatni. Ezt Kaposvári Múzeumban együtt szerveztük, Kaposvárot éppen tegnap előtt, május 17-én nyílott ez a kiállítás, és nálunk pedig augusztus 23-án fog ez megnyílni. Akkor ezt hagyjuk a Igen. És ez a kiállítás ugye már olyannyira előre haladott állapotban van, hogy ugye a kaposvári kiállítással együtt megnyílt a katalógusa, amit ön a kezében tartott, és hát mindent megteszünk annak érdekében, propagálás tekintetében, szakmai beharangozás tekintetében is, hogy minél többen információkat kapjanak a kiállításról. Annyit árulok el, hogy 80 festményt fogunk itt bemutatni, ami magyarországi tekintetben az utóbbi 20 évben meg ekkora volumenű színjei kiállítás nem volt. Mit jelent ez a múzeum számára? Mekkora feladat? Egy ilyen komoly mindig nagy kihívások, nem. mindig nagy kihívások ezek a nagy kiállítások. Nagyon sok szervezést igényel, nagyon sok rétű munkát, előkészítést, és nagyon sok biztonsági feltételt. Tehát ezeket nekünk mind be kell tartani, mindenről oda kell figyelni, de természetesen a célja az, hogy minél több ember jöjjön be, és minél kevesebben érzékeljék azt, hogy minden uh, energiánkkal azon vagyunk, hogy minden nagyon jó sikerüljön. Számos kiadványt is megjelentettek ebben az évben. Tehát, hogy uh, említette is, a tudományos te tevékenységünk az uh, uh, folyamatosan uh, működik. Tavalyi évben, 2018-ban, a jubileumi évben hét kiadványunk jelent meg, azok közül azért hagyj lítsem ki a, az utolsót, ami a múzeumok napjára jelent meg, december 1 ez a bőségszarú volt, a 150 legszebb műtárgyunkat mutattuk be ebben a kiadványban. És ahogy látja, ebben az évben már a színjei katalógus megjelent, Kis Lajosról megjelent egy nagyon szép kis cikkeit bemutató kötet, és a nagy érdeklődése való tekintettel szabolcs már Bereg megye népművészet kötetét újra kiadtuk. Dr. Rémiás Tibor, szívből gratulálok még egyszer, és az idei évre is szépen. hasonló sikereket kívánok. Köszönjük szépen.